Szeretettel köszöntöm a társalgó nézőit. Mai adásunkban visszatekerem az időkerekét a Láttad-e már a zenét elnevezésű rajzverseny eredményhirdetésére. Majd ellátogatunk a könyvtárba, ahol többet megtudhatunk a népi ékszerekről. Végezetül pedig Karsai András amatőr fotós kiállításának megnyitó pillanatait idézzük fel. Én ezekkel várom Önöket, hamarosan kezdünk, azonban megszokhatták, hogy velünk játszhatnak. Egy héttel ezelőtt azt kérdeztem Önöktől, hogy hanyadik alkalommal adták át a Páger Antal színészdíjat. A helyes megfejtés 22. Gratulálok a nyerteseknek, akik már a képernyő alján láthatták neveiket, ma pedig arra keresem a helyes megfejtést, hogy mikor van gyereknap. A helyes válaszokat várom a 0634471464-es telefonszámra, vagy Facebookon felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Már is kezdünk, tartsanak velünk! A Sárközi Gyöngy Gallérok című népi ékszereket bemutató tárlat megnyitójára kalauzolom el most Önöket, amelynek a József Attila Városi Könyvtár földszinti terme adott otthont. Belényi Rutai Katalin kamara kiállításán a résztvevők közelebbről is megismerhették az alkotó munkásságát és alkotásait. A Kiszombori Harangvirág népdalkör zenés műsora színesítette a kiállítás megnyitójának pillanatait. Belényi Rutai Katalin stábunkkal megosztotta, hogy aktív korában Ferenc Álláson az önkormányzatnál dolgozott és segítette a képviselőtestület munkáját. Jegyzőkönyvvezető, illetve ügyintéző volt, de amire a legbüszkébb, hogy még 4 községben látta el az anyakönyvesztetői feladatokat. Kiemelten ejtett szót arról, hogy már gyermekkorában is lekötötték a népi iparművészettel kapcsolatos elfoglaltságok. Édesanyám hímzett vásárhelyi kalocsai mintákat, édesapám szalmából font, vesszőből kosarakat készített, és hát amikor tehettük, akkor elmentünk a népi vásárokra. Ilyenkor mindig valami kis kincset megvettünk, amit még ma is őrzök. Én először csak varogattam magamnak, családnak, és akkor biztattak, hogy hát készítsek már eladásra is, mert ezek olyan szépek és egyediek, hogy biztosan másnak is fog tetszeni. Így karácsonyi, illetve húsvéti kis apróságokat vartam, és tényleg sikere volt a vásárokba. Utána fölkerültem Budapestre, és ott a Hagyományok Házában elkezdtem tanulni nemezelni, és tünemezelni is, de sajnos a Covid közben szólt, annyira legyöngültem fizikailag, illetve a finom motorikus mozgásom annyira lelassult, hogy nem tudtam tovább nemezelni. És teljesen véletlenszerűen egy workshopon részt vettem, ahol gyöngyöztek, és gondoltam, hogy hát ha lassan is, de megpróbálkozom vele. És következő alkalommal már egy 4 részletből álló workshopra mentem el, és hát tényleg beleszerettem a gyöngyözésbe, úgyhogy az, aki akkor tartotta a workshopot, az egy iparművész volt, és biztatott, hogy menjek el szeptemberbe egy 60 órás tanfolyamra. Félve ugyan, de belefogtam, és el is végeztem most február 27-én ezt a tanfolyamot, ez sárközi gyöngyfűzésről szólt. A népi ékszerkészítő megosztotta stábunkkal, hogy milyen alapanyagokat használ fel, és milyen motívumokkal készíti anyagba valókat. Kizárólag csak cseh üveggyöngyöket használunk, illetve cseh csiszolt gyöngyöket, tehát se a japán, se a műanyag nem elfogadott a Sárközibe. A hagyományos motívumokat, amit anno elkezdtek az asszonyok fűzni, ugyanazokat fűzzük, de most már a modern színekkel is dolgozunk. Ezeket azonban nem fogadják el hagyományosként, hát amikor zsűriztetünk, hanem ezek modern ékszerek. Adnak ellenére, hogy csak szeptemberbe kezdtem, nekem is van már 2 olyan ékszerem, egy nyakba vető, illetve egy zengővárkonyi cakkos, ami pávadíjas lett.
A kiállításon 15 alapékszer vehető szemügyre, a főszínek a kék, piros, fehér, zöld és az óarany. A kiállításon Szikszé Zsuzsanna, a József Attila Könyvtár és Múzeum igazgatója mutatta be az alkotót, majd általánosságban is beszámolt a gyöngyös ékszerekről és a gyöngygallérra is kitért. Szolványosan másút is előfordul, például Mezőkövesden, mégis inkább, leginkább a sárközi falvakban kedvelték gyöngyéknek, gyöngygallérnak vagy nyaksisnak is nevezett, hálószerűen kialakított gyöngysorokat. Ez egy ünnepi nyakék volt, női ünnepi nyakék, vékony fonalra fűzött, különböző színű, apró üveggyöngyből vart laza hálófonat, mely 3-10 centi széles fodorban omlik a nyak köré. Korábban zárt gyűrű alakot képezett, alkalmanként húzták össze, és kötötték meg hátul egy madzaggal. Később a két vége nem zárult össze, a felső szélét textil pántba foglalták, kapocssal csukták. A 19. század második felében és a 20. század elején néhány helyen viselték. Legszélesebb és legjellegzetesebb a Tolna-megyei Sárközben viselt gallérok. Varróasszonyok specialisták készítették, úgyhogy Katalin most már specialista. Bő ujjú ingvárhoz való, keskenyebb fajtáját viselték Mezőkövesden, a legkeskenyebbet a moldvai csángók. Most pedig az 5. alkalommal megrendezett, láttad-e már a zenét elnevezésű rajzverseny eredményhirdetésének pillanatait elevenítjük fel. Az eseményen 112 gyermek alkotását díjazták értékes ajándékokkal, és Szentpéteri Csilla zongora művész és zenésztársainak mini koncertje színesítette a rendezvényt. Elérkezett a zenére alkotó fiatalok által várt pillanat, az 5. láttad-e már a zenét elnevezésű rajzverseny díjkiosztója. A felhívásra idén 5 vármegyében, 5 korcsoportban és 14 témakörben alkottak a diákok. A záró eseményre minden nyertes szemek gyönyörködtető alkotása ki lett állítva. Szentpéteri Csilla, Csongrád-Csanád megyei prímadíjas, makói születésű zongoraművész, zeneszerző megosztotta stábunkkal, hogy most is nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen 1482 műalkotás közül kellett kiválasztaniuk a legjobb 112-t. Próbáltuk úgy 6-tól 18 éves korig elosztani a műveimet, hogy korosztályukhoz képest tudjanak alkotni. És nagyon-nagyon döbbenetes számomra, hogy ugye a pandémia idején színtelen, dramatikus és nagyon nehéz alkotások érkeztek. Tehát azt láttam, hogy a diákok befelé fordultak, félelemmel töltötte őket el az időszak. Most pedig egyszerűen, mikor raktuk föl a paravánokra rajzokat, hát azt láttuk, hogy gyakorlatilag, mint egy ilyen óriási színes birodalom, tehát mintha a színeknek született volna egy bolygója, olyan alkotások érkeztek. Hát egyszerűen tegnap ugye megérkeztem, és közel 8 órán keresztül helyeztük ki a rajzokat, és most különösen odafigyeltem, hogy az apró részletek is, hogy mennyire gazdag érzelemmel teliek, hogy mennyire fantáziadúsak, kreatívak, és készítettem ezekből a művekből egy filmet, egy 13 perces filmet, amit kint lehet látni az előtérben.
És az alkotás egy hétig tartott, amíg én ezt megcsináltam, ezt a filmet, mert újra és újra visszapörgettem, és néztem a műalkotásokat, hogy egyszerűen ezek a művek tényleg, ezeket ki kell állítani valahova. Tehát ezek készen vannak. Jó, nyilván a 6-7 évesek még keresik a technikát, hogy hogyan oldjanak meg egy-egy figuratív részletet, vagy éppen hogyan utaztasson bennünket bizonyos helyszínekre, ugye ők a mesevilágot kapták. De a nagyoknál azt látom, hogy olyan szinten ismerik például Indiát, Indiának azokat a mozzanatait, amiket itt majd láthatunk is a rajzokon. Mindig olyan repertoárral érkezünk a díjátadóra, ahol azok a művek csendülnek fel, melyekre alkottak. Hát mindent nem tudjuk előadni, mert akkor egy külön koncertet kéne adnunk. De zenésztársaimmal jöttem, nem az egész zenekarral, de úgy állítottuk össze, hogy legyen nagyon virtuóz is, legyen egy picit ilyen utazós is, és legyen egy picit a szenvedélyesebb vagy líraibb műalkotás is, mert ugye sokan vannak, akik olyat választottak, ami ez a kicsit nyugalmasabb, kicsit líraibb, picit ilyen elvontabb tartalom. Bír. Úgyhogy rengeteg ez a díj, és nagyon-nagyon szép ajándékok lesznek, és olyan döbbenetes, hogy gyakorlatilag lassan kinőjük ezt a helyszínt. Közel 200-an érkeztek, ugye 112 díjazottból, azt hiszem közel 100-an jönnek, és hát nyilván a felkészítő tanárok is, és egy-két szülő is megjelenik ma a mai rendezvényünkön. Egyébként a visszajelzés az, hogy ez az egész pályázat a gyerekekben egy olyan örömforrást idézett elő, hogy alig várták, hogy fessenek, hogy alkossanak. Ugye itt most az volt a kritérium, hogy csak színes ceruzát nem lehet alkalmazni, egyébként minden mást. Minden vendég tekintetével kereste az ismerős alkotást, majd büszkén fotót is készítettek. Érezhető volt az izgalom a gyermekekben és a szülőkben is egyaránt.
Siket Mira Liliana, a Makói József Attila gimnázium 9-es tanulója első alkalommal vett részt a megmérettetésen. A fiatal elárulta, hogy már évek óta rajzol, és most is örömmel alkotott. Én a hindudal kategóriában indultam, és egy táncos nőt rajzoltam egy mandarás háttérrel. Én rajzolás közben nagyon szívesen hallgatok zenét, mert az is szerintem inspirálja az embert, hogyha közben hallgat valamit. Így itt is tényleg nagyon jó érzés volt így elkészíteni a festménykem. Az ötlet az kicsit később jött, és a rajztanárom rengeteget segített benne, hogy mit, hogyan készítsek el. És a zene nagyon sokat inspirált és segített a hangulatát elkészíteni. Mivel a hindu dalt választottam, ezért sokkal erősebb színeket használtam, inkább minél feltűnőbb. Csorba Ramona Bács-Kiskun vármegyéből érkezett, Kumpecérről családjával. A diáklány elárulta, hogy tavaly is sikerélménye volt, és most is bekerült a legjobbak közé, így izgatottan várta az eredményhirdetést. Picikén már nagyon elkezdtem rajzolni, szóval én imádok rajzolni, és közben a zenéből is megjön az iklet, amikor zenét hallgatom. Például, hogyha szerelmes dalt hallgatok, akkor szerelmes rajzokat, hogyha tájképet, akkor ilyen tájzenét, úgymond ilyeneket szoktam hallgatni közben. Pamacsos technikával dolgoztam, különböző festékeket, félceket használtam. Tengerparti dologról van szó, szóval ilyen repülős, pálmafás, kék ég. Mennyi ideig tartott, hogy létrejöjjön az alkotás? Hát kb. 1-2 hét. Úgy, ahogy voltak az óráink, és ott is dolgoztam, hazavittem, ott is rengeteg időt töltöttem el vele. Számos támogatónak köszönhetően tudnak évről évre értékes és gazdag ajándékcsomagokat kiosztani a dobogós és külön díjasok számára. Az idén is az első helyezettek a Duókoripari BT jóvoltából mágneses rajztáblákkal térhettek haza. Korsai András amatőr fotós felkutatta és megmutatta képein keresztül a kevésbé ismert magyarországi épített örökségeket. A fotókból kiállítás született, amelyet Makón a levéltárban tekinthetnek meg még egy kis ideig az érdeklődők. A Makói Építészeti Esték sorozat második rendezvényén az alkotóval dr. Balogh Tamás, az örökségvédelem nagykövete beszélgetett. Megtelt a levéltár színes képekkel, amelyeket Korsai András amatőr fotós készített. Mint megtudtuk, az alkotó 12 éves korában kért el édesapjától a Zorki gyártmányú fényképezőgépet saját használatra. Gyakorlatilag, amikor megszületett az én idősebb nővérem, akkor aki okot adta az egész szenvedélynek a betanulására, elfogadása, az édesapám volt. Tehát mi hárman vagyunk testvérek, Ildikó, ugye makói életőségű, itt lakik még továbbra is, Zsuzsanna szintén Makón született, de elkerült ugye Budapestre, illetve Dunakeszi laknak. Én ugye makói születésű vagyok, és én most Budapesten élek, de ahogy mi megszülettünk, édesapánk vásárolt egy Zorki típusú fényképezőgépet, és akkor még filmes technikával, ugye nem volt más, elkezdett bennünket fényképezni. És hát ez a foglalatosság, ez elég szépen haladt előre, és föltételezem, hogy abban az időben mondjuk megrendelni egy fénykép előhívást, az nem volt rövid idő. Nem sok szaküzlet foglalkozott ebben a feladattal, voltunk, heteket kellett várni. Hát persze, amikor megszületik egy kisgyerek, akkor az egész család majd megőrül, hogy minél gyorsabban láthassa ugye, a felvételeket. Ezért ő elkezdett foglalkozni laborra feladatokkal is, tehát magyarul fölkészült arra, hogy megtanulta az eljárást.
fölkészült arra, hogy ezeket a előhívásokat ő sokkal hamarabb, mint az ofót ért. Nincs vele bajom egyébként, az ofót érte, de hát megtanulta azt, hogy ezeket hogy lehet előhívni gyorsan, és akkor ebbe beletanult. Aztán mi fölcseperedtünk, édesapának a szenvedélye az megmaradt, de már nyilván nem olyan intenzitással, és ahogy én 10-12 éves lettem, én elkunyaráltam tőle ezt a fényképezőgépet, ahogy mondtam, egy Zorki gyártmányú filmes fényképezőgép volt, és így elkezdtem próbálkozni. És hát én is abba akadályba ütköztem, hogy hát várni kellett az előhívásra, és én is fogtam magam is, hogy 14-15 éves koromra ugye elkezdtem megtanulni labormunkát elvégezni, nagyítani, és ilyen módon sokkal gyorsabban tudtam a képeket elkészíteni. 1998-99-ben, amikor a digitális technika megjelent, hát igen, hamar, szerencsém volt, hogy tudtam ilyen gépekkel dolgozni, elkezdtem digitális technológiával foglalkozni. Az, ami a analóg, tehát a filmes meg a digitális között óriási különbség, az, hogy digitálisan nincs akkora kockázat. Tehát nincs akkora felelősség, tehát annyit kattintunk, amennyi csak lehetséges, akkumulátor bírja egyébként. De hát én, mivel analógon nőttem föl, tehát az a fajta felelősség, hogy legyen jó a fény, legyen jó a kompozíció, ilyen módon legyen jó minőségű a kép, ez megmaradt. Hát ebben a szellemben, ebben a fölfogásban dolgoztam a digitális technológiával már. Interjú alanyunk elmondta, hogy műszaki főiskolát végzett, így az iskola egyfajta mérnöki szemléletet is adott neki. A családban több művész is van, így benne is van egy ilyen irányultság. A makkói születésű Karsai András megosztotta, hogy milyen képek láthatóak a tárlaton. Itt mind szakrális építményekről készültek ugye fölvételek, amiket bemutatok, illetőleg hidakról, funkciós épületekről is készítettem fölvételeket. Ami a törekvés volt, az, hogy valami különlegesség vagy extra legyen a felvételekben. A polgári építményeknél, tehát itt elsősorban hidakról beszélek, ott az extra, hogy éjszaka készültek a fölvételek, tehát ott ez volt a kihívás, hogy a föltételek, a körülmények, meg egyáltalán a technikai föltételek legyen meg arra, hogy jó fölvételek készüljenek. A szakrálisoknál, ami elsősorban műemlék jellegű templomok, ott a merítésnek a szempontja az ott, hogy kevésbé ismert helyekről hoznak felvételeket. Olyan értékek, olyan fajta megőrizendő elemek vannak, amivel mindenféleképpen kell foglalkozni, én meg ezt az eszközrendszert választottam. Oda elmenni, fényképezni, bármilyen helyről is beszélünk, szinte ötletszerű szinte nem lehet elmenni. Tehát, hogyha tényleg az ember arra koncentrál, hogy egy jó fővételt készítsen, arról a struktúráról, az épületről, az szerkezetről, arról a objektumról, amit kiszemelt magának, ettől föl kell készülnie. Tehát az a fényképsorozat, ami itt látható, a legrégebbi kép az 6 éve készült. Tehát időről időre, amikor időm adódik, akkor fölkészülök, megtervezem, és akkor fölkeresem ezt a helyet. Itt főleg, amikor nagy távolságot kell például utazni, hogy például tudjak fényképezni egy kallózsi rotundát, az, hogy ott van a országhatár mellett szinte, akkor a fölkészülés nagyon fontos, mert ne érje az ember meglepetés, hogy például körben nőtt a fával, nem férek hozzá. A nap nem jár úgy, ahogy én gondolom. Nem mindegy például az, hogy mit akarok fényképezni. Egy rotundát mindig délelőtt kell fényképezni, meg keletről kell fel a nap. Egy tornyot viszont nyugatról kell fényképezni, mert ugye akkor az meg nyugati oldalon ott megy le a nap. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát mindenféleképpen nagyon-nagyon sok információt kell összeszedni, föl kell készülni. Az alkotóval egyik kedves ismerőse beszélgetett, dr. Balogh Tamás, aki igencsak jártas a magyarországi örökségben. És ő kiemelten ejtett szót arról, hogy amikor műemlékről beszélünk, a legtöbb embernek egy múzeum vagy egy szép homlokzat jut eszébe az utcaképben. Esetleg, ha valaki olyan szerencsétlennek tartja magát, hogy műemléképületben lakik, vagy az a tulajdonában áll, akkor a felújításával, méltó megőrzésével összefüggő horribilis költségek juthatnak még eszébe. A kiállítás azt mutatja be, hogy a műemlék az miért jelent többet mindennél. És hogy a műemlékvédelemnek a problémái esetlegesen abból is adódhatnak, hogy nem tudjuk, hogy miért kellene ezeket az épületeket szeretni, vagy mit tisztelhetünk bennük. Ebből a szempontból mindazok, akik a kiállítást megtekintik, látni fogják, hogy egy kép, amely egy műemléki épületről készült, az mennyivel többet tud hozzátenni ahhoz, hogy esetlegesen fölébredjen bennünk itt savágy, hogy oda menjünk és személyesen nézzük meg ezeket az épületeket. Annak idején én gyerekkoromban emlékszem rá, hogy amikor a szülők ránk bízták gyerekekre, rám és a testvéremre, hogy szervezzük meg a családi kirándulásoknak a helyszínt,
színeit, akkor különös érdeklődéssel lapozgattam az autóatlaszban a romokat mutató jeleket, hogy hol találunk majd ilyeneket. Most Karsai András képei nem csak romok épületek maradványai elevenednek meg, hanem még ma is a maguk funkcionalitásában szolgálatot teljesítés használatban lévő egykori korokat tükröző reprezentáló egyházi, illetve polgári épületek is. A teljes alkotást szemügyre véve jól látható tehát, hogy igyekszik teljes spektrumát adni az épített örökségnek az egyházi vonatkozású épületektől a funkcionális épületekig, hidakig például. Ennek köszönhetően viszonylag nagy képállomány, körülbelül 60 kép, 9 kategóriában tekinthető meg, teljes keresztmetszetét adva a hazai építészeti örökségnek, az olyan eldugott épületektől kezdve, amelyek adott esetben pusztákon, minden lakott területi infrastruktúrától távol, adott esetben nehezen megközelíthető helyen találhatók. Ilyen módon tehát ez a kiállítás darabjaiban is az egyes kategóriáit tekintve is, de egységes egészként is alkalmas arra, hogy egy kicsit hozzátegyen valamit mindahhoz, amit az épített örökségről, illetve a műemlékekről gondolunk. Karsai András elárulta, hogy mi a címe a kiállításnak, és miért pont azt adta. Tehát azért kaland, mert rendben van, hogy az ember tudja, hogy hova menjen el, de nagyon sok esetben oda eljutni, az egy kihívás. Tehát ott a rókafészeken keresztül, az ugató kutyán, meg a ideges gondokon keresztül minden előfordul. Tehát mindenféleképpen egy kaland. A másik oldalról pedig egyszerűen az, hogy van ilyen. Tehát ne felejtsük el, tudjuk, hogy van ilyen. Balogh Tamásnak, ahogy van a mondása, az is már örökségvédelme, hogy valaki megnéz valamit. Én ebben gondolkodom, és ebből a szempontból teljes közösségben még szellemileg a Tamással. Az örökség megőrzése közös ügyünk. Annál is inkább, mivel a kulturális örökség védelméről szóló törvény azt rögzíti az alkotmánnyal is összhangban, hogy a kulturális örökség az egyrészt annak a védelme közügy, a kulturális örökség javai pedig olyan köztulajdont, illetve közjószágot képviselnek, amelyhez mindenkinek joga van, aki állampolgári minőséggel rendelkezik. Ezek a jogok természetesen felelősséget is keletkeztetnek, hiszen jogot gyakorolni felelősséggel párhuzamosan lehetséges csak. Ebből a szempontból megillet ugyan mindannyi az a jog, hogy egy-egy védett örökségi értéket megismerhessünk, oda mehessünk, megnézhessük, de ugyanakkor azt a kötelezettséget is keletkezteti számunkra, hogy csak olyan magatartással forduljunk ezekhez az épített örökségi értékekhez, amelyek biztosítják, hogy az utánunk jövő generáció tagja is élvezhetik majd ezeket a jogokat. Ebben is segít a kiállítás, hiszen egyfajta értékőrzés ez is, amennyiben ugye ezeknek az épületeknek, épületmaradványoknak a 2023-ban ismert képét rögzíti nekünk, és ilyen módon a későbbi korok számára is egyfajta tablót mutat majd arról, hogy ebben az évtizedben és azon belül ezen az évben hogyan néztek ki ezek az épített örökségi emlékek. A tárlat megtekinthető a levéltár nyitvatartási idejében május 30-áig. Ennyi fért mai társalgunkba, de itt a végén újra elmondanám játékkérdésünket. Mikor van gyereknap? A helyes megfejtést várom a 0634471464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Én ezzel búcsúzom önöktől, de ne feledjék, jövő héten csütörtökön újabb társalgóval jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!